Jó szívem! Mondjad, én tudom, hogy mi a jó. Galagonya szemmel láthatóan nagyon élvezi, ha a gondozók is besegítenek neki teste hűtésében. A napokban elkezdődött és tovább folytatódó hőséget az állatok is nehezen viselik. Ezért a sötét szőrű kamaszoknak különösen jól esik a játékos pancsolás. A kutyák ráadásul rosszabbul viselik a közel 40 fokot, a cicákat kevésbé zaklatja fel ez a magas hőmérséklet. Éppen ezért kis medencéket is kihelyeztek a sétából visszaérkező négylábúaknak. A nyíregyházi menhelyen mindent megtesznek az ott lakók komfortérzetének javítása érdekében. Ugyanígy kell tennie egy felelős gazdinak is. Árnyékos helyen legyen a háza, vagy legyen neki árnyékos hely biztosítva. A vizet naponta többször is ki kell cserélni, nem elég, hogyha csak reggel adunk nekik friss vizet, illetőleg nagyon kell figyelni a séták időpontjára is, hiszen nagyon sok kertes kutyás gazdi örömmel viszi el azért sétálni a kutyáját, hál' Istennek egyre többen. Viszont nagyon fontos, hogy ebben az időszakban odafigyeljünk arra, hogy reggeli órákban, kora reggeli órákban, vagy késő este, tehát olyankor, amikor már lemegy a nap, akkor sétáltassunk. És akkor is kerüljük az aszfalton való sétáltatást. Ha a levegő 25-30 fok között mozog, az aszfalt hőmérséklete már akkor elérheti az 50-60 Celsiust. Kedvenceink talpai könnyen feléghet és kisebesedhet. A lakásban tartott kutyáknak is biztosítsunk hűvös helyet klímával, bukóra nyitott ablakokkal, de akár hűsítő matracot is használhatunk. Sajnos a legnagyobb odafigyelés mellett is történhet baj. Kutyánkon azt látjuk, hogy rosszul van, elájul, esetleg bágyat lesz, felakad a szeme, remegni kezd, vagy hirtelen lila lesz a nyelve, ilyesmik lehetnek ugye a hőgóta tünetei, akkor azonnal lépjünk közbe. Sajnos volt olyan esetünk a tavalyi év során, hogy egy gazdi hívott minket, hogy a kutyája rosszul van, és egyébként azért is említem meg a kutyafajtáját, mert nagyon fontos, ez egy francia buldog volt. Vannak olyan típusú kutyák, akik sokkal, de sokkal rosszabbul tűrik a hőséget. Tehát a nyomott torrú típusok, angol buldogok, francia buldogok, mopszok, illetve ezek a fajták, őket például tényleg nagyon-nagyon kell óvni ettől. Sajnos a kutyus hőgutát kapott, egy sima egyszerű labdázás volt a déli órákban a kertben, és rosszul lett, már nem jutottak el a kórházig, úgyhogy mindig elmondjuk a gazdiknak azt, hogy ez nem játék, ezt komolyan kell venni. Ebben a hőségben pár percre sem szabad a kutyát autóban hagyni, még lehúzott ablakkal sem. Ha kint 35 fok van, az autó belső hőmérséklete 10 perc alatt eléri a 42 fokot, fél óra elteltével pedig az 50-et is meghaladhatja.